Nekem felhív, hogy Niki köszönti a társulatot. Köszönetet mond a társulatoknak. Jó hangulatban telt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház idei évad zárója. Ez annak is köszönhető, hogy a teátrum a tavalyi évadhoz képest több bevételt könyvelhetett el. A bérletesek száma ugyanis 14%-kal, az össznéző szám pedig közel 40%-kal növekedett egy év alatt. A legnépszerűbb előadás az Életre valók volt, amelyre több mint 11 000 voltak kíváncsiak. 441 előadással zártuk az évadot, ami egy kimagasló. A bérletesek száma pedig olyan 16 500 körül van, pontosan ezt most fejből nem tudom megmondani, de a lényeg, hogy ezek nagyon nagy emelkedések az előző évadhoz képest. Bár akkor volt bezárás, de ettől függetlenül ez egy kiemelkedően magas szám. Úgyhogy én bízom benne, hogy ha nem is ilyen mértékben, de a következő évadra is valamilyen mértékű emelkedést tudunk majd mutatni. Idén is kiosztották a legfontosabb elismeréseket jelentő díjakat. Nyíregyháza város Nívó díját Szabó Nikolett színművész vehette át, a Godó díjat Tóth Károly színművész. Az Aranykalapács díjat Holecskó Ildikó fodrásztárvezető érdemelte ki, az Aranyceruza díjat Kordovánné Markó Zsuzsa munkaügyi előadó. A Próteátrum díj tulajdonosa Kis Eszter Júlia és Gulyás Attila színművészek lettek, a Hátsó Színpad Alapítvány díjé pedig Tanyik Zsófia művészeti titkár. Nagyidai Gergő mesterhármassal zárta az évadot, a Kelet színésze és a Lipót díj mellett ugyanis a Móricz díjat is hazavihette. A színművész a díjesővel nem csak az évadot zárta, 20 év után a színháztól is búcsúzik. Óriási munka volt itt a Móricz Zsigmond Színházban dolgozni, felemelő, pusztító, minden, amit a színésznek át kell élnie, az a 20 évben. Az 20 évben megvolt. Azt hiszem, hogy ezt főleg a mai nap után, a díjak után, ezt már talán nem lehet fokozni. Nem tudom, biztosan érhettek volna itt még nagyobb örömök, nagyobb szerepek, jó szerepek, rossz szerepek, de szerintem most már itt az ideje, hogy egy kicsit tágítsam a világot magam körül. Szeptembertől a musicalek évada várja a nézőket. Érkezik a Padlás, az Alul semmi, a Rumini Tükörszigeten, az előző évadból pedig az Ankónai szerelmesek és a Nők az ideg összeomlás szélén is repertoáron marad. Az évad programjában szerepel még többek között a Pacsirta, a Király beszéde, a Jászt újra szem, a Házassági leckék középhaladóknak, valamint a Legénybúcsú folytatása, az Aranylakodalom is. A bérleteket június 17-e hétfőtől már megválthatják a színház rajongók.